Sziasztok, ez itt a Semleges Térfél. Hát még mindig nevezhetjük félig meddig vírus videónak, bár már ugye éjféltől azt hiszem, hogy Budapesten is feloldották a korlátozásokat. Na de hát mi, maradva jó szokásunknál, azért úgy viselkedünk, mint a legszörnyűbb járvány legszörnyűbbik napjaiban. Azaz, távkapcsban beszélgetünk Waltner Róberttel. Jó napot kívánok! Köszönöm, szeretettel. És hát beszélgető partnerem még Kolárik József. Sziasztok, hajrá magyar foci! És én pedig Fürjes Szabolcs vagyok. Na de hát nem mi vagyunk itt a lényegesek, hanem Waltner Róbert, akit arról fogunk kérdezni, hogy mi a helyzet Kaposváron, hogy élitek meg ezt a szituációt, amiben pillanatnyilag vagytok, de kezdjük azzal, hogy ugye felkerültetek az NB1-be, úgy, hogy minthogyha nem is biztos, hogy számítottatok volna arra, hogy ez most sikerülni fog, ugye a múlt évben, mert hogy minthogyha egy hosszabb távú stratégia lett volna a klub, de hát így alakult, mert hát jó játszott a csapat. Én még emlékszem egy kupameccsre is, ami nem jól alakult az Újpest számára, ugye, itt terve volt a felkerülés? Vagy hát majd meglátjuk, és akkor hogy hát nézett? Én NB3-ban vettem át a csapatányítását. Az első cél az volt, hogy kerüljünk fel az NB2-be. Hát nagy volt a tét, mert akkor az akkori tulajdonos azt mondta, hogyha nem sikerül feljutni, akkor nem biztos, hogy a következő évre ilyen költségvetéssel lehetne indulni az NB3-ba, és akkor fiatalok játszottak volna, és valószínű maradt volna a csapat az NB3-ba, de sikerült a feljutás, így az NB2-nek úgy vágtunk neki, hogy benn kéne maradni az NB2-be, de ha nagyon jól szerepelünk, és mondjuk egy kimagasló teljesítményt tudunk elérni, akkor mondjuk a 10. hely környékén végeznénk, akkor mindenki nagyon-nagyon boldog lenne, és pezsgőt bontana, és ebből lett a végén a feljutás. Hát igen, és hogy nézett ki, akkor tudtatok erősíteni az NB2-re? Vagy nagyjából a csapat magja az megmaradt a volt NB3-os társaság? A nagy része megmaradt, egy pár erősítés jött, de NB1-ből egy játékos se jött, hanem NB2-ből tudtunk igazolni, nem sok játékost igazoltunk, igazából a csapat az NB3-as csapatra épült, egy-két játékos jött a kezdőcsapatba, és úgy vágtunk neki az NB2-nek. És hogy látod, most így visszaemlékezve, ugye, hogy mi volt itt a sikernek a titka, vagy a kulcsa? Mert hogy akkor ezek szerint egy nem számított eredmény, de hát egy nagy örömre egy nem számított eredmény jött ki a végére. Én amikor a NB3-ba elkezdtük a közös munkát, akkor én nekem az alap elképzelésem az volt, hogy egy jó csapathangulat legyen, egy jó szellemű társaság, akik hisznek a munkába, és nagyon jó is a hangulat most is a csapaton belül, és nem csak a játékosokra kell gondolni, hanem a csapat mellett, akik dolgoznak emberek, akár a szertáros, vagy a masszőr, vagy a titkárhölgy, mindenki odafigyel egymásra, és mi is figyelünk ezekre a dolgokra, hogy mindenki komfortosan érezze magát a klubházba, és szerintem ennek meglett az eredménye, azért is sikerült a feljutás. Egy kis klub vagyunk, családias hangulat, próbálunk erre törekedni, hogy ez minél tovább, vagy minél jobb formába fennmaradjon. Úgy azt láttam egyébként az első, most így az NB1-es szezonra rákanyarodva, hogy nem láttam rajtatok nyomást, ezt az eredménykényszert, hanem eldöntöttük, hogy mi játsszuk a saját játékunkat, és aztán majd lesz belőle valami. Tehát, hogy nem ütötte a hátatokat, hogy most itt azonnal benn kell maradni. Tehát ez én legalábbis ezt láttam rajtatok, persze mindenkinek célja a győzelem, de hát én úgy láttam, hogy azért engedted játszani a srácokat, és nem az a
beállunk a kapu elé, 11-en védekezünk, hanem próbáltatok egy ilyen saját játékot játszani. Ez így volt, vagy csak kívülről tűnt nekem így? Hát azért ez így nem teljesen igaz, mert a játékosokról próbáltuk mindig levenni a terhet, hogy mutassák meg magukat és játszanak felszabadultan, de azért ez nem így van. Szóval, hogyha mindenki ilyen felszabadultan játszott volna, és mondjuk tét-nét nélkül időzőjelbe, akkor nem viseltem volna meg a játékosokat, vagy akár az edzőket, hogyha kikapunk egy mérkőzésen, de ez nem így volt, mert nagyon is megviselt mindenkit a vereség, és nehéz volt földolgozni, és itt a vége fele, amikor az utolsó három meccsünkön pont az első három ellen játszottunk, addig én azt gondolom, hogy minden meccsen volt tartásunk, független attól, hogy kikaptunk, de nem vitték el könnyen tőlünk, vagy akár idegenbe a három pontot, és nagyon jó meccseket játszottunk, megnehezítettük a dolgát nagyobb csapatoknak is, viszont itt az utolsó három meccsen ott már annyira az önbizalom elment a játékosoknak, sőt most a hitik is, hogy ott azért beleszaladtunk például a Fradi ellen már egy 5-0-ás vereségbe, úgyhogy pár hónappal ezelőtt még hazai pályán egy nagyon-nagyon jó meccsen csak 3-2-re sikerült kikapnunk, és több esetben előfordult az, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, főleg itt Kaposváron, hogy többször kikaptunk, viszont rengetegszer a szurkolótábor felállva tapsolt meg minket a vereség után. Látták, hogy nem adtuk fel, mindent megtettünk, de sajnos nem sikerült a pályán mondjuk eltüntetni a költségvetést, a különbségeket, meg a játékosoknak a tudását sem, mert hát valljuk be őszintén, azért itt szinte minden csapatban van válogatott szintű játékos, vagy olyan játékosok vannak, akik 200-300 NB1-es meccsen rendelkeznek, nálunk meg sajnos, volt olyan játékos, nem egy, nem kettő, aki 30 éves korában játszott a élete első NB1-es meccsét. Mondjad, Józsi. Ja, nem, csak így, tehát akkor persze én is erre gondoltam, hogy aki a pályára lép, az győzni akar, és az eredménykényszer hiánya, tehát nem egyértelműen erre céloztam, csak az, hogy próbáltatok egy arcolatot kialakítani. Ez így le is jött egyébként az egész Kaposvárról, hogy egy ilyen családias légkör, úgy az emberek, akik ott dolgoznak, nagyon kedvelik egymást, nekünk is dolgozik nem egy ismerősünk a klubotoknál, tehát mindenkitől csak ezt halljuk. Tehát annak idején, amikor a Bruckner László vezette a Kaposvárt, akkor stabilabbnak tűnt ez a dolog, bár ő is inkább az utánpótlásra próbált hagyatkozni. Tehát ez úgy látszik jellemző ott Somogyra, hogy ti nem az idegen légiósokba gondolkodtok. Ez a szemlélet gondolom megmaradt most is. Hát azért az teljesen más volt az a helyzet, mint a mostani. Én azt gondolom, össze se lehet hasonlítani. Ha csak az utánpótlásba megyek vissza, akkor a Rákóczinak az utánpótlása az NB1-es volt, most NB2-es, és már 15-16 éves korban már elviszik innét a gyerekeket jobb csapatokba, a kiemelt akadémiákhoz, így nyilván ők a legtehetségesebbek, így a merítési lehetőség, hogy fölvigyünk mi játékost a felnőtt csapatba, így leszűkül, plusz az első csapatnak a szereplése akkor és most. Azért 16 csapatos NB1 volt, most 12 csapatos NB1 van, és így sokkal, de sokkal nehezebb. Én abban a 16-os csapatosban még játszottam. Itt a 12 csapatosban azért nagyon leszűkült itt a jó játékosok, tehát akik lemorzsolódtak, vagy nem tudták megállni a helyüket az NB1-ben, most NB2-ben játszanak, és a külföldiek száma is, én azt gondolom, hogy magasabb, és minőségben is jobb játékosokat tudnak igazolni a csapatok, mint amikor például 5 vagy 10 évvel ezelőtt, mikor én játszottam. Hát nagyon nehéz lehet egy ilyen kis csapathoz. Tehát hogyan próbáltok magatokhoz csábítani mondjuk egy magyar játékos? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, gondolom, meggyőzni. Hát, nem nagy a költségvetésünk, tehát azért amiről előbb beszéltem, hogy régebben milyen volt. Azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy 5-10 évvel ezelőtt nem voltak ekkora különbségek a csapatoknak a költségvetései között, mint most. Most azért nagyon nagy.
Nekünk például, amikor följutottunk az NB2-ből, nem tudtunk egyetlen egy játékos se igazolni az NB1-ből, mert egyszerűen nem tudtuk megfizetni őket, és az NB2-ből tudtunk igazolni, és akár az NB2-be vagy az NB1-be is olyan játékosokat sikerült igazolni, akiknek valamiért kisiklott a pályafutása, vagy valahol már nem számítottak rájuk, vagy leírták már őket, és idejöttek, próbáltak bizonyítani, hogy kaptak az élettől, vagy a sorstól, vagy a klubtól, vagy tőlem egy utolsó lehetőséget, és nagy részben ezek a játékosok olyan szinten éltek vele, hogy például sikerült feljutnunk ebbe a nagyon szoros NB1-be, vagy az NB1-en belül még tudtak egy évet játszani minimum az NB1-be. Te hogy érzed, hogy a 16 csapatos NB1-ben bent tudott volna maradni a Rákóczi? Sokkal nagyobb szansz lett volna rá, én azt gondolom. Persze, hogy most nehéz így bármit is kijelenteni, vagy mondani, hogy mi lett volna akkor, ha, de százalékos arányban szerintem jóval nagyobb lehetőség lett volna a bennmaradásra, így mindig a 12 csapatosnál. Most, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, hogy a feljutó csapatok azok hány maradt benn, hát általában kiesnek, és hát a költségvetés is, hogy ki tud bennmaradni. Tehát akinek van pénze, az nyilván jobb játékosokat tud igazolni, nagyobb az esélye, de még ha jó játékosokat is igazol, egy NB2-es csapatot azért nagyon meg kell erősíteni, hogy legyen esélye a bennmaradásra, azt a csapatot még össze kell rakni, össze kell szokni a játékosoknak, egy nagyon összetett dolog, és nagyon nagy különbség van az NB1 az NB2 között, hogy az NB2-ben nem játszhat külföldi, az NB1-ben ott játszhat, ha például kiesik a csapat, ha telerakja külföldivel a csapatát, de kiesik, megint építhet egy új csapatot, mert az NB2-ben akkor meg nem játszhat, egy nagyon összetett dolog, egy nehéz. Most például az Zalaegerszegnek, aki ugyanúgy följutott, mint mi tavaly, neki van reális esélye a bennmaradásra, de azért azt lehet látni, hogy a Zalaegerszeg hány játékost igazolt az NB1-ből, tehát több mint 10-et, és még így is az utolsó előtti jelen állapotban. Ugye, mondjad, Szabi? Csak arra akartam rákérdezni, hogy ugye említetted, hogy az akkori tulajdonos, ugye azóta volt egy tulajdonosváltás, ugye mióta az NB2-be került fel a csapat. Nem volt tulajdonosváltás, két tulajdonos volt, és az egyik elment, a másik megmaradt. Értem, és ez egyébként ezért jelentett változást? Nem. Nem, tehát hogy az anyagiak és egyebek nem feltétlenül lettek erősebbek. Most nyilván egy tulajdonosnak vannak anyagi lehetőségei, amit nyilván, ahogy tud, természetesen azt kihasznál. Tehát itt most nem arra akarok kitérni nyilván, hogy itt ezzel valami probléma lenne, hanem csak ez volt. És még egy nagyon fontos dolog, ami egy kicsit ilyen, nyilván az már jobban érint, és illetve szakmai kérdés, ugye nem... legtöbbször nem te szoktál nyilatkozni, ugye meccsek után. És hát, ami nekem egyébként nagyon furcsa, mert nyilván a szakmai munkát te irányítod, gondolom én. Ez a leosztás, ez így jól működő dolog, ami... Nagyon jó. Van. Azért el kell mondani, hogy a Diszli Laci, aki nyilatkozik, és papíron ő a vezetőedző, én eleve nem tudtam megszerezni, mert én elvégeztem az A-licenszet, és 2 évet kell dolgozni, hogy utána lehessen jelentkezni a Pro-licenszre, ami eddig 2 évente volt, és most kéne indulni ősszel, de azt hallottam, hogy valószínűleg nem indul, úgyhogy hát én ilyen szempontból pekes vagyok, mert én jelentkeznék, csak hát nem lehet. Most már megvan a 2 évem, de ki kell várni, hogy mikor indítanak a következőt. A Laci egyébként a pályaedző, tehát együtt dolgozunk, és nagyon jól megértjük egymást, ebben semmi probléma nincsen. Szabályok vannak, az nyilatkozhat, akinek megvan a megfelelő papírja. Sajnos én önhibámon kívül ezt még nem tudtam elvégezni, de alig várom, hogy elvégezhessem. Hát érdekes módon valakinek indította külön tanfolyamot, úgy látszik ezt, hogy Walter Roberttel nem lehet megtenni. Úgyhogy nem tudom, hogy tudsz erről, de nem is akarlak kevetlejzett dolgozni. Róla, de
én nem gondolom, hogy én akkor ember lehet, hogy nekem külön indítanának, de ha lehetne, akkor nagyon szívesen megcsinálnám. Hát egyébként pedig hozzátartozik, hogy a csapaton, a csapatjátéken nyilván az előbb ismertetett körülményeket is figyelembe véve, egyáltalán nem lehet látni azt, hogy A-licensz és Pro-licensz között bármilyen különbség is lenne, ezt csak úgy megjegyzem. És ez ugye nyilván a te dicséreted, mert amit Józsi elmondott arról, hogy játszik a csapatod, nekem egyébként szimpatikus magának a klubnak a stratégiája is, illetve a csapat, ahogy játszik, mert tényleg nagyon jól sikerült valószínűleg levenni a teret a játékosokról, még hogyha ez már az utóbbi időben nem is ment annyira, mert amit ugye külső szemlélőként láthatunk, az mindig az volt, hogy most ettől nem játszott a csapatod, tolt be a boost stratégiát, kapu nem, elé. Ugye... Azt vallom, hogy jáva népnek nincs hazája, és inkább kapjunk ki úgy, hogy egy bátor játékkal, vagy úgy, hogy megpróbálunk győzni és támadni, mint hogy a kapu előtérébe behelyezkedne az a 10 mezőnyjátékos 20 méterre a kaputól, és nincs helyzetünk, és megpróbálunk mondjuk egy X-re játszani, vagy ne kapjunk ki. A két felfogás között azt gondolom óriási a különbség, és én inkább az elsőt választottam, hogy mi győzni akarunk. Minden csapat ellen megpróbálunk győzni, lehet, hogy nem sikerült, de győzelemre játszunk, és nem X-re, meg hogy elkerüljük a nem tudom, hogy hány gólos vereséget. Én azt gondolom, hogyha, és nem csak ti vettétek észre, mert más is ezt észrevette, most már így utólag, hogy lement 25 forduló, lehet, hogy kikaptunk egy Fradito 3-2-re, vagy egy Újpestő 3-2-re, vagy idegenben a Fradito 1-0-ra, meg elég sok meccset így egy gólos meccsen úgy elveszítettünk, viszont így utólag meg azt gondolom, hogy lehet, hogy az is egy óriási eredmény, hogy csak egy góllal kaptunk ki, és lehet, hogy veszítettünk, de mint csapat mégis azt gondolom, valamilyen szinten meggyőztünk is, mert ha ki is kaptunk, de azt bátran csináltuk, hogy fölmertük vállalni például, hogy bizonyos csapatok ellen, akár hazai pályán, vagy idegenben is megpróbáltuk a letámadást játszani, és nem álltunk be védekezni. És úgy egybe tudott tartani a csapatot most, vagy egybe tudjátok tartani a csapatot a folytatásra? Hogy állnak most ez az egész átigazolás, mert ez valami elképesztő kaotikus, ami most megy, tehát nem nálatok, hanem általában. Nagyon nehéz, mert mindent a pénz határoz meg, és hát nyilván úgy tudunk ide csábítani játékosokat, hogy ha meg tudjuk őket fizetni. Na most nekünk addig kell nyújtózkodnunk, ameddig a takarunk ér, és ez így volt tavaly is, meg tavaly előtt is, tehát hogyha azt határozták meg, hogy van X pénz igazolásra, akkor én hiába szerettem volna valakit leigazolni, nem volt rá pénz, és el kell fogadni, hogy nekünk ennyi van, ennyiből kell gazdálkodni, és mivel, hogyha kevés van, akkor a játékosoknak a fizetés is jóval alá kell menni, mint a többi játékos. Most például a Csányi úr, amit nyilatkozott, hogy több 10 000 eurós fizetések fölöslegesen vannak kifizetve az NB1-be, tehát több 10 000-ről beszélt, ha csak 1 10 000-et veszünk, az nálunk 3 játékosnak a pénze, nálunk nincs olyan, akinek csak egynek is lenne 10 000 eurós fizetése, és máshol meg több is van, hogy minimum 10 000, vagy több 10 000, és megpróbáljuk fölvenni velük a versenyt. Nyilván lehet azt mondani, hogy az ember megpróbál akarattal, meg alázattal, meg szorgalommal eltüntetni különbségeket, de hát azért nagyon nehéz, mert hogyha például valaki versenyez a 250 köbcentis kategóriával valami motorsportba, és fölkerül az 500-asba, de ugyanabban a motorral indul el a 250 köbcentissel, akkor valószínű, hogy nem fogja lelőzni a nagyobb kategóriát. Most mind nekünk valami hasonló van. Azért tényleg óriásiak a különbségek itt költségvetésben az NB1-be, de én nem siránkozni akarok, hanem ez van, ezt kell szeretni. Nálunk ennyi van, aki ide akar hozzánk jönni, az tudja, hogy nem fogja élete legnagyobb pénzét keresni, de viszont lehet, hogy van lehetősége az NB1-be játszani, vagy lehet, hogy egy jó szellemiségű társaságba fog
beilleszkedni, és lehet, hogy jól fogja magát itt érezni nálunk. Hogy érzed, bocsánat, Szabi, hogy érzed, hogy az ellenfelektől biztos vagyok benne, de megkaptátok ti a kellő tiszteletet egyébként? Mert én sokszor lehet, hogy csak külsősként éreztem úgy, hogy nem estek egy elbírálás alá nagyobb csapatokkal szemben. Most nem az ellenfél játékosairól beszélek, hanem úgy általában a hozzátok való hozzáállás az rosszul érzem, vagy csak én éreztem nem. Úgy? Hát nagyon jó érzet, és igazából ebben nem szeretnék nagyon belemenni, de ezt éreztük az egész évben, hogy ez így volt. Mi például nem kaptunk a 25 fordulót egyetlen egy 11-esre. Én nem a játékvezetőket akarom minősíteni ezzel, mert tényleg nem, és nem is fogok szólni. Ezután megfogadtam, hogy ha lesz olyan, ami tényleg mondjuk egyértelmű 11-es, én nem fogok megszólalni, ahogy a játékvezető látja, de több olyan eset volt a visszajátszásokból, vagy akár szabályos gólt, hogy nem adtak meg, hogy miért, azt nem tudom, de lehet ezt mondjuk balszerencsének is, hogy ez az évünk balszerencsés, hogy nagyon, tehát nem egyszer fordult elő, és nem kétszer, hanem nagyon-nagyon sokszor. Lehet, hogy egy kis csapat vagyunk, és ezt éreztetik velünk, lehet, hogy véletlenül jön ez így ki, de sajnos, ha ti észrevettétek, mi meg ezt éreztük heteken keresztül, hónapokon keresztül. Jó, nem is akarlak ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, mert tudjuk nagyon jó, hogy nem ildomos erről beszélni, hogyha a folytatásról, de akkor maradjunk annyiban, hogy ha ugye nagy volt, tehát MB2 lesz továbbra is. Tehát Walter Róbert marad a vezetőedző? Jelen állás szerint igen. Oké, okay, és hogy szerinted az általad vezetett csapat vissza tud-e jutni, egyáltalán cél-e egyből visszakerülni az NB1-be, vagy egy kicsit stabilizáljátok a helyzetet, próbáltok még tovább építkezni? Hogy látod? A célt nem én határozom meg, hanem a tulajdonos jelen állapotban az egyeztetések, ahogy folynak, valószínű, hogy kevesebb lesz a költségvetésünk, mint ami tavaly volt az MB2-be, és a tulajdonos úr szeretne egy jó erős középcsapatot, tehát nem azt mondja, hogy vissza kell jutni az MB1-be. Én meg az a típus vagyok, hogy lehet, hogy kevesebb lesz a költségvetésünk, de én meg célnak mást fogok kitűzni saját magam elé is, meg a csapatnak lehet, hogy nem mondom ki, tehát a csapatnak azt fogom mondani, hogy jön a következő mérkőzés, és azt meg kell nyerni. De én nem szeretem a középszerűséget, meg a langyos vizet, és én megpróbálom kihozni mind magamból, mind a játékosokból, vagy akár a csapat mellően dolgozó emberekből is a maximumot. Amikor mondasz egy motivációs beszédet mondjuk az öltözőben, biztos volt már ilyen, hogy egy kicsit próbáld ráhangolni a srácokat, most egy kicsit visszatérek a felvétel előtti beszélgetésre. Szoktál-e esetleg nekik mondani valamit arról, hogy azért voltál egy Boca Juniors River Plate mérkőzésen, hogy ott milyen hangulat van? Ugye ez az argentin Fradi Újpest, csak talán még több emberrel. Hát, nem még... lehet összehasonlítani. még... Igen? Parancsolj. Fradi Újpest egy nagyon-nagyon jó hangulatú meccs, mindig megnézem, és játszottam is, amikor ott voltam Újpesten, Fradi Újpestet, de egy Boca Rivert nem lehet vele összehasonlítani, sőt, vannak Európában nagy csapatok, és voltam például Bayern München meccsen, az ottani hangulatot nem lehet összehasonlítani az európai focival, tehát annyira más, annyira sokkal-sokkal jobb. A tévé nem adja vissza, valamit vissza, de nem teljesen ott élőben meg kell nézni. Aki megnéz egy ilyen meccset, az valószínű azt mondja, hogy mikor térhez vissza, vagy mikor nézheti meg újra, mert annyira magával ragadja az ember. Tehát én amikor először kimentem, és kivittek az első meccsre, ott volt a menedzser, és volt egy fordító mellettem, és bal oldalt ment a játék, de én jobb oldalt néztem a szurkolókat, és meglökött a fordító, hogy miért a meccset nézett. Tehát annyira magával ragadott az a hangulat, hogy ilyet én Európában nem tapasztaltam, ami ott van kint.
És hogy szerinted, ha ilyen környezetben nőnének föl a magyar játékosok, tehát hogy folyamatosan már azért lehet tudni, hogy ott már ifi meccseken is akár 10 000-en elmennek egy mérkőzésre, ez lelkiekben befolyásolja a játékost? Biztos, hogy befolyásolja, de eleve, hogy nem nagyon szeretnék belemenni, de hogy mi magyarok, hogy nekünk milyen a gondolkodásmódunk, vagy milyen a szemléletünk, sajnos itt az embereknek a nagy része negatív, pessimista, az argentin szemlélet az teljesen más, ez egy pozitív. Én amikor kint voltam, ott gazdasági válság volt, és az emberek elvesztették a nagy részét a pénzüknek, vagy az összes pénzüket elvesztették, és mégis azt mondták, amikor beszélgettem velük, hogy nem baj, majd holnap jobb lesz. Nagyon-nagyon pozitívak, nagyon nagy bennük a hazaszeretet. Mi magyarok mások vagyunk, nem hiszem, hogy mi olyanokat tudnánk lenni, mint például az argentinok, de mások vagyunk, mint mondjuk a németek is, akik nem véletlenül nyertek meccseket, akár a válogatottal, vagy a klubcsapataikkal az utolsó percre, teljesen más a mentalitásuk, mint a miénk. Sok mindennek kéne változni, hogy hasonlóak legyünk, mint ők. Egyébként visszatérve, hogy így beszéltünk a Boca River meccsről és a motivációról, én rengeteg mindent mesélek a játékosoknak, akár a saját pályafutásomból, vagy akár másnak a pozitív dolgairól. Én egy héten többször is beszélek motivációról, és én azt gondolom, eddig működött, és remélem ezután is működni fog. És hogy látod egyébként, tehát Waltner Robert mit változtatna azon, hogy a magyar labdarúgás jobb legyen? Tudom, hogy nagyon általános a kérdés, de a legelső dolog, amin változtatnál, az mi lenne? Ami alapvető szerinted, hogy jobb legyen? A mentalitáson, ami már gyerekkorban kialakul. Tehát én szerintem onnét indul minden. Van olyan, hogy az utánpótlásban 2 évet dolgoztam, egyszer, mint pályaedző, Zalaegerszegen, egyszer, mint vezetőedző itt a Benne Ferenc Labdarúgó Akadémián. Kétfajta játékos van, hogy amelyik szeret focizni, és amelyik futballista akar lenni. A kettő között óriási különbség van. Aki futballista akar lenni, az céltudatos, az megtesz már fiatalabb korában is mindent annak érdekében, hogy elérje a célját, hogy mondjuk például kitűzi magának, hogy ő az NB1-be akar játszani, akkor megtesz mindent annak érdekében. Most aki szeret focizni, az lemegy edzésre, de az már nem biztos, hogy kimarad edzés után gyakorolni, vagy az már nem biztos, hogy odafigyel arra, hogy mit teszik, vagy mit iszik, vagy mikor kell fel, vagy mikor fekszik le. És azok a játékosok, akik szeretnek focizni, egy idő után lemorzsolódnak, mert kis tehetségek lesznek. Aki viszont kitartó, az sokkal nagyobb esélye van arra, hogy akár a első lépcsőfoknak akár az NB1-be is eljusson. És ha már én a mentalitást mondom. Uh-huh. És ha már itt tartunk, ugye, akkor, amikor Józsi kérdezte, hogy egybe marad-e a csapat, és hogy alakul majd a jövő év, akkor egyből az igazolásokról kezdtél beszélni, mert hogy, ugye, ha jól értettem, korábban pedig azt mondtad, hogy ugye elviszik a fiatalokat 14-5-6 éves korba. Tehát igazából az utánpótlásra ilyen módon csak korlátozottan tudtak akkor ezek szerint számítani, hiszen a legtehetségesebbeket kiszemezgetik. Ez például nem, nekem ez egyébként ez egy furcsa dolog, persze értem én, hogy van mögötte egy stratégia, ami szerintem egyébként nem annyira jó, de hát mindegy, ez egy más kérdés. Hogyha mondjuk NB2-es a csapat, akkor már megütik azt a szintet azok, akiket nem szemezgettek ki, hogy őket be lehet majd az NB2-be építeni, és idővel nyilván előbbre tudnak lépni? Hát sajnos a mostani helyzetben, amiben vagyunk, a saját utánpótlásunkra nehéz támaszkodni. Nem ütnék meg az NB2-es szintet azok a játékosok, sőt, még az NB3-as se. A tavalyi NB2-es keretben én fölhoztam 9 játékost, abból 8 játékossal együtt dolgoztam az U19-es csapattal, amivel megnyertük a bajnokságot. Abból a 9 játékosból az NB1-ben 4 játékos maradt, akik elmentek innét,
sajnos még NB2-es szinten se játszanak, hanem elmentek NB3-ba játszani, és még az NB3-ba is sajnos jobbára cserék, mint kezdőjátékosok, és a keretünknek hát 9 játékos volt ilyen fiatal a keretünkbe, tehát ez egy nagy szám volt, most 4 van, közülük egy pár pályára is lépett az NB1-be. Ha a jövőt nézzük, hogy jövőre NB2, ezek a játékosok, lehet, hogy tudjuk őket használni, viszont a mostani utánpótlásunkból talán egy játékos van, és az is kérdőjel, hogy tud-e NB2-be játszani. És ez gyakorlatban hogy képzeljük el, mert mi teljesen mondjuk azt, hogy külsősök vagyunk, nagy vonalakból el tudom képzelni, de aki minket néz, az nem. Tehát, hogy hogyan működik ez a dolog? Ott egy 15 éves gyerek, és egyszer csak jön egy akadémia képviselő máshonnan, és oda megy hozzátok, vagy oda megy az akadémiához, vagy elkezdi a gyereket külön fűzni, vagy hogy működik ez a dolog? Hogyan tudják elcsábítani? Hát gondolom játszanak egymás ellen, vagy vannak ilyen scoutok, akik megnézik ezeket a gyerekeket, beszélnek a szülővel, ilyen utánpótlás szinten is a gyereknek azt mondják, hogy gyere a kiemelt akadémiára, a Honvédhoz, vagy az MTK-hoz, vagy a Vasashoz, és ezek még pénzt is kapnak, ezek a gyerekek már fiatalkorban, a Rákóczinál nem tudnak pénzt fizetni ezeknek a gyerekeknek. A szülő is a rövid távú célt nézi, hogy hú, de jó, hogyha az MTK-ba játszik, például mondok egy MTK-t, de egyébként jó képzés folyik az MTK-nál, csak ott mondjuk van mondom az U17-et például, csak egy példát, ott van 20 játékos, de ott mind a 20 nagyon-nagyon jó. Na most a Rákóczi-ba, ha a 20 játékosból a tehetség, az ki fog emelkedni, és itt folyamatosan játszani fog. Ha elmegy az MTK-ba, egy lesz a sok közül, és még nem is biztos, hogy játszani fog. Na most, hogyha megnézem, hogy a Rákóczi-ból, akik játékosok elmentek innét, hogy máshol kinevelték őket, és mondjuk az NB egyik, nem emlékszek rá. Általában elviszik őket, és ott nem játszanak, és utána egy-két vagy három év múlva meg visszajön ide az utánpótlásba, és itt játszik. Tehát én is innét kerültem ki a kaposvári utánpótlásba. Engem is hívtak 15 éves koromban, hívott a Pécs, a Vác, nem mentem el, nem akartam kollégiumban lenni, és ugyanúgy kikerültem innét. Én azt gondolom, hogy a tehetség az előbb-utóbb az utat tör magának, és ha nem is 14 vagy 15 évesen, de aki jó, az 19 évesen is el tud menni egy jó helyre, nem feltétlenül kell 15 éves korában elmenni egy kiemelt akadémiára. Tehát akkor a pillanatnyi előnyöket nem kell a szem előtt tartani, mert ugyanazt a, én úgy gondolom, hogy van nálatok most már egy olyan szakmai képzés az akadémián, legalábbis akiket mi ismerünk, biztos vagyok benne, hogy egy szakmai nívót képviselnek, de azért nektek is azért könnyebb lenne úgy egy csapatot építeni, hogy nem kellene azon gondolkodni, hogy most kit nézzünk, amikor lenyúlhatnál az utánpótlásba, és föl tudnál hozni olyan játékosokat, akinek az értékesítése, vagy egy ideig tudnád használni, utána meg valószínű értékesítésre kerülne a játékjoga, de ez egy baromi jó dolog lenne, hogyha nagyon csúnya szóval élve ezek az akadémiák, akik jelen pillanatban vezetik az ország utánpótlását, lerabolnák az olyan kis műhelyeket, mint ti vagytok. Hát igen, és amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, és beszéltünk a 16 csapatos NB1-ről, és most a 12 csapatosról, tehát amikor 16 csapatos volt, azért itt az utánpótláskorú játékosok is, amikor feljöttek a felnőtt csapathoz, nagyobb lehetőségük volt játszani mondjuk az NB1-be, vagy akár az NB, attól függ, milyen minőségű volt a játékos, mint például most. Tehát a mostani 12 csapatos bajnokságban élet-halál van, tehát itt pont a Paksnak a vezetőedzője, a Ostermayer Gábor nyilatkozta, hogy játszottak a Fradival, és kikaptak 1-0-ra, és játszottak velünk, és hogy mi meg Inkszéte játszottunk egy-egyet, hogy nem, nagyon szoros. Tehát az első és az utolsó között nem érezték akkor a különbséget. Most nyilván összesen lehet hasonlítani minket a Fradival, mert a Fradi az egy elit klub, elit játékosokkal, de például egy Fradinak se könnyű valamikor megverni például a teljesen utolsót, mert oké, hogy vannak különbségek,
de mégse akkorák a különbségek. Uh-huh. Tehát ebben a 12 csapatosban nagyon leszűkült a jó játékos, és nehéz megverni bármelyik csapatot, és okozhat egy kisebb csapat is meglepetést. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy Robi, te arra szavaznál, hogy a 16 csapatot hozzák vissza, legalábbis az a rendszer több lehetőséget ad akár a fiataloknak, akár azoknak az edzőknek, akik szeretnének egy kicsit szakmailag előrébb lépni, variációkat kipróbálni, ez optimálisabb lenne nektek, gondolom én. Hát sokan ezt mondják egyébként, nyilván vannak pro-kontra érdekek, stb. Tehát akár edző, akár játékos, most azért edzőként bekerülni ebbe a 12 csapatos NB1-be nem egyszerű, főleg úgy, hogy több külföldi edző is dolgozik az NB1-be. Én arra büszke vagyok, hogy ezt nem úgy értem el, hogy NB1-es csapatot vezethetek, hogy valaki segíted, vagy valaki odatolt, hanem saját erőből, mármint úgy, hogy elkezdtük az NB3-ba, és följutottunk az NB2-be, onnét följutottunk az NB1-be, és így sikerült például nekem NB1-es edzőként szerepelnem jelen pillanatban, de hát nem egyszerű, és a játékosoknak se egyszerű. Most vannak a fiatal szabályok az NB2-be, egy tehetséges fiatalt jelen állapotban inkább kölcsön adnak az NB2-be, hogy játszon egy évet stabilan a fiatal szabály miatt is, ami ez megengedi. Valószínű, mivel nagyon kiélezett a bajnokság, az NB1-be az edző nem fog kockáztatni, hogy a fiatalt próbálgatja, vagy annak a fiatalnak nagyon-nagyon-nagyon tehetségesnek kell lennie, hogy bedobják a mélyvízbe. Vagy a csapat egy olyan pozíciót foglal el a bajnokságba, hogy nem veszélyezteti a kiesés szele, de ha most megnézzük a tabellát, rajtunk kívül 4-5 csapat is kiesett, tehát aki kísérletezhet, az a középcsapat, de az meg közelebb kerülhet az UEFA kupás szerepléshez, ő meg lehet, hogy azért nem játszhatja, mert szeretne mondjuk harmadik lenni, vagy negyedik lenni, hogy tudjon a nemzetközi porondon indulni. Elég gyilkos lesz most az NB2 nektek, elég komoly mezőny, tehát én szerintem sokak véleménye az, hogy nehezebb lesz akár ez az NB2-es szezon, mint az előző, mert sikerre éhes csapatokkal van tele, akik, akik az NB1 felé átsingóznak. Ezt hogy látod? Ezt mondták a tavalyi bajnokságra is, amikor az NB2-be mi elindultunk, mert akkor is fel akart jutni a Gyirmót, az Alaegerszeg, a Nyíregyháza, a Győr, tehát volt 6 csapat, amelyik fel akart jutni, és mi nem voltunk közöttük, tehát, és mégis megelőztük őket. Most az idei bajnokságban ugyanúgy fel akartak jutni csapatok, aztán itt ugyanúgy volt egy meglepetés csapat, mint a Budafok, de ide lehet sorolni szerintem a Siófokot is, aki nagyon remek munkát végeztek ott, hogy ilyen pozícióban voltak. Most ha a jövőt nézzük, eleve biztos vagyok benne, amelyik rajtunk kívül mondjuk ki fog esni az NB1-ből, az nagy esélye lesz, hogy visszakerüljön. És azon kívül még ott van a Vasas, és ott lesz a Gyirmót, és ugyanúgy ott lesz a Nyíregyháza, a Győr, és a Szombathely. Tehát sok csapat fel akar majd jutni, biztos, hogy nem lesz egy egyszerű bajnokság, de ahogy esélytelenek voltunk tavaly, lehet, hogy nehéz lesz, de ki tudja, lehet, hogy meglepetést tudunk most is okozni majd az NB2-be. A koronavírus kapcsán fölmerült, hogy elég sok csapatnál megingott a gazdasági stabilitás. Ezt hogy látod most nálatok? Azért attól függetlenül, mert kisebb lesz a költségvetés, stabil alapokon nyugszik a csapat? Nagyon remélem, hogy igen. A terv az, hogy középcsapat legyünk egy kevesebb költségvetésben. Most valószínűleg ez a költségvetés, ez még az NB2-ben se lesz a legjobbak között. Aztán majd megpróbáljuk eltüntetni a költségvetésbe a különbségeket. Akarattal, alázattal, mentalitással, szorgalommal, munkával, és remélem, hogy sikerül. De hát ugye még az NB2 előtt azért még itt van egy pár mérkőzés,
ott ugye egyrészt hogy álltok a felkészüléssel, másrészt pedig én, ez csak a külső szemlélőnek a meglátása, nyilván azt gondolnám, hogy megpróbálnám azt a játékosokkal valahogy elhitetni, hogy most igenis, ha már így alakult, akkor be lehet mutatni egy örömfocit. Mert akkor tulajdonképpen most ez egy ilyen, bár furcsa körülmények között, értelemszerű, de tulajdonképpen van egy lehetőség arra, hogy most tényleg engedjük el ezt a történetet, és persze tudom, hogy mindig mindenki nyerni akar, de hát egy örömjátékban pont az lehet a jó, hogy pont ez okozhat meglepetést az ellenfeleknek, és pont ez vezethet a sikerre. Ugye nagyon sokszor azért a stressz az ilyen bénító erejű. Persze van pozitív stressz is, na ez az örömjáték. Igen. Milyen stratégiával mentek neki? Igen, nagyon könnyű így kimondani. És igen, én igen. Öltözőbe elmondtam, és nem csak én mondtam el, hanem a Illés Jani bácsi is elmondta, sőt, most 3 nappal ezelőtt benn volt a tulajdonos és a polgármester úr is a csapatnál, és ők is elmondták. Na most én tudom, hogy milyen a játékos, mert ezelőtt elmondtuk 5 fordulóval ezelőtt, hogy játszanak felszabadultan, stb., és mégse sikerült. Tehát, mert kimennek a pályára, és amikor ott áll vele szembe mondjuk a Izael, vagy a Tokmák, vagy nem tudom melyik válogatott játékos, akkor én hiába mondom azt, hogy játsszál felszabadultan, és mutasd meg, mégis mindegyik játékosnak más a lelkivilága. Valakit például feldoba az, hogy a Fradi ellen játszhat, valaki meg egy kicsit ilyen kis hitű lesz és fél, minden játékos más. Én például imádtam a jó csapatok ellen játszani, én bennem az volt mindig, hogy na jó, most akkor megmutatom nekik, hogy én is vagyok olyan, mint ő, és ála Isten sokszor sikerült is, de valamelyik játékos meg nem így fogja föl, hogy én elmondom neki, hogy mutasd meg, játsszál felszabadultan, és kimegy a pályára, és lerágja mind a 10 körmét, mert fél, hogy mi lesz akkor, hogyha elrontja, stb. Nyilván az első 2 csele, vagy az első 2 passza jól sikerül, akkor bátrabban játszik, de hogyha nem, akkor meg visszájára sűr el. Szóval az ember azonban, hogy segítsen, és megtegye mindent, hogy segítsen a játékosainak, de az nagyon kevés csak magába, hogy én elmondom, mert elmondani könnyű, tehát itt a játékosnak kell azt a pályán megmutatni, hogy az edző, amit vár tőle, és felszabadultan játszani, jó, megpróbál, de úgyis az fog lenni, hogy amikor a pályán, ha bejön neki az első tényleg a passza, vagy csele, vagy lövése, vagy szerelése, melyik poszt, akkor lesz felszabadultabb, és akkor lesz neki könnyebb. A Kovács, bocsánat, bocsi. Csak annyit mondjad. Kovács Istvánnal beszélgettünk az Instatnak a magyarországi képviselőjével, és fölhívta a figyelmünket arra, amit nagyon sok labdarúgó még mindig nem fog fel, hogy nem csak akkor kell jól játszani, és koncentráltan játszani, amikor egy másik csapatnak a megfigyelői ott vannak, hanem mindig, hiszen a nagy testvér az folyamatosan figyel a statisztikákat, mindig figyeli. Ezek a lehetőségek, én úgy gondolom, én Cselgáncsból jövök, nálunk ugyanúgy működtek, hogy hiába egy nagy ellenféle játszik az ember, sokkal jobban föl tudom magamra hívni a figyelmet, még akár úgy is, hogy ez már nagyon csúnya szóval élve lefutott dolog, hogy igen motiváltan játszani, esetleg jobb alkupozícióba kerül, esetleg egy csapat most fogja észrevenni, hogy ez a srác tud játszani. Ez csak most a te játékosaidnak, tehát az ilyen helyzetben levő csapatjátékosainak kéne, hogy tudják, hogy ez is számít. Tehát ez is számít, hogy az ember hogyan kerül ebbe a szituációba, és az a röhely, hogy az olyan játékosok, mint te annak idején, vagy tudnék mondani idősebb, hasonló korú játékosokat, valahogy ez a szemlélet veszett ki. Hogy hiába tudtuk azt, hogy hát vesztünk, de azért azt kimutassuk meg, hogy hát nehogy már ne. Tehát valahogy ez. Amiről beszéltem, hogy a mentalitás, és az utánpótlás gyerekkor, és összehasonlítottuk, hogy hát igen, most valaki 2-0-ás állásnál elenged egy meccset, hogy jó, itt már nem lehet nyerni, mert hogy vége van már a meccsnek. És akkor akinek nem jó a mentalitása, az jó, játsszuk le a meccset, legyen minél
előbb vége, és akkor menjünk haza. Valaki meg 2-0-nál is van benne csak azért is érzés, hogy soha nem adom fel, és abból lehet igaz ritkán, de lehet egy X, vagy akár még megfordítani is lehet mérkőzést, de ha nem, kintről az ember látja, hogy ki nem adja fel. Tehát ki lehet kapni 2-0-ra, meg 3-0-ra, ha most az az XY játékos, vagy akár ez egy egész csapatra igaz, hogy nem adja fel, akkor azt elismeri mindenki, hogy látsz, hogy csúszott, mászott, futott, megpróbálta, jobb volt az ellenfél, de nincs szégyenkezni valója, belenézhet a tükörbe, mert mindent megtett. Na most én ezt próbálom a játékosoknak így átadni, hogy soha ne adják fel, és pont ezért, ezek miatt a dolgok miatt. Most ez valamikor sikerül, valamikor nem, de ha csak minket nézzük, az én csapatomat, akkor nálunk ez sok esetben, még a veresség ellenére is azt gondolom, hogy sikerült, ha nem is az összes játékosnál, de a nagy részén igen, de volt már olyan meccs, mint például az utolsó 3 meccsnél, vagy az utolsó 2-nél, ahol már én is láttam azt, hogy bekaptuk akár az első gólt, és már annyira lent volt a játékosnak az önbizalma, és a hite már annyira megingott, hogy már ez nem jött ki, hogy csinálta becsületből, mert csinálnia kellett, de nem volt meg az a plusz. És most hogy álltak egyébként a felkészüléssel? Mert ugye látjuk, hogy sorra jönnek itt a felkészülési mérkőzések, most már ugye gondolom nálatok is. Azért most tök mindegy a szituáció, pont amit mondtál, például te biztos az vagy, aki nem fogja megengedni a játékosnak. Figyeljetek, úgyis most már ezt engedjük el, akkor most azt a maradék 100 sprintet nem kell lefutni, mert úgyis mindegy. Tehát, hogy ez most csak nem, így mondtam valamit. Ilyen nem tudnék lenni soha. Dolgozunk keményen azért, hogy ebben a maradék 8 meccsben minél jobb eredményt érjünk el. És azt mondtam, hogy ha ki kell esni, akkor kiesünk, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát, hogy ne egy szedett-vedett, széthullott társaság, hanem egy olyan társaság, aki az utolsó fordulóba is úgy lépjen pályára, hogy legyen tartása. Hát a Pakssal X-et játszottatok most. Igen, egy nagyon jó meccset játszottunk a Pakssal. A problémánk az, hogy kevesen vagyunk, amúgy se voltunk sokan, ráadásul még jöttek sérülések. Például én szerettem volna, hogy a terhelés szempontjából a Paks ellen, hogy tudjunk játszani, hogy fél időztetni tudjam a játékosokat. Nem tudtam, mert 16-an voltunk, és így több játékosnak például 90 percet kellett játszania, holott nem szerettem volna, hogy még játszom 90 percet, 2 hét múlva kezdődik a bajnokság. Jobban szerettem volna, hogy eloszlatni másképp a terhelést. Nem lehetett. Ez van, itt is most is azt tudom mondani, hogy abból kell főzni, ami van. 16-an vagyunk, készülünk keményen holnaptól tovább, azért, hogy a legelső meccsünkön minél sikeresebbek legyünk, és nyilván úgy fogunk fölmenni a pályára, hogy megpróbálunk győzni, de ha nem sikerül, akkor akármelyik meccsen úgy jöjjünk le a pályáról, hogy ne legyen szégyenkezni való. Hát ez a 16 nagyon kevés, mert hogyha azt nézzük, most ugye az 5 cserés szituációban gyakorlatilag azt jelenti, hogy persze, ha kihasználnád, vagy kihasználod az 5 cserét, hogy akkor mindenki gyakorlatilag pályáról lép. Te hogy látod egyébként ezt az 5 cserés dolgot? Nyilvánvaló a szándék, hogy megpróbálják ebből a sűrű programban nyilván a terhelést valamelyest csökkenteni, de ugye egyszerűen egy más stratégiát jelent ez a dolog, ez hogyha a megengedett idő intervallumokba cserél az edzés, mondjuk az utolsóra behoz 5 friss játékost, akkor azért az nem olyan, mintha 1-2-t maximum be tud hozni. Igen, és azért ezek kérdéseket vetnek föl. Igen, van előnye is, meg van hátránya is, meg most valamelyik csapat elkezd majd cserégetni azért, hogy húzza az időt, mert vezet 1-0-ra, és akkor elmegy vele nem tudom mennyi perc. Lehet rotálni, hogy azért cserél, mert már vezetnek 2-0-ra, és akkor belecseréget az edző, hogy akkor már pihenteti a játékost. Nekem volt olyan meccs, amikor 3-at cserélhettem, de legszívesebben 7-et cseréltem volna, mert nem úgy néztünk ki a pályán. Tehát van előnye is, meg hátránya is. És, mivel mi kevesen vagyunk, így ez elég nehéz lesz így a rotálni, és
lehet, hogy még az első héten nem is fog kijönni, de így folyamatosan így szombat-szerda-szombat ritmusba játszani. Annak idején én is játszottam, de csak egy hetet. Az egy hétnél még két meccset az ember végig tud tiszterőből nyomni. A harmadik meccsen, még hogyha akart is, már lehetett kintről látni a fáradtságot, a fásultságot, mert nem tudott úgy regenerálódni. Plusz nem is vagyunk hozzászokva mi a magyar bajnokságban, hogy ilyen ritmusban játszunk, hogy szombat-szerda szombat ritmusban. Most ez egy kicsit több, mint egy hónapon keresztül ez így fog működni. Edzőknek is valamilyen szinten ez új, játékosoknak is összeszorítjuk a fogunkat, remélem, hogy nem fogunk belerokkanni. Hát igen, én egyébként így nagyon aggódom a játékosok testi épsége okán, vagy miatt, hát meg az edzők idegrendszeréért is aggódom egy kicsit, mert azért nyilván ott is kell egy regenerációs idő, amire egy meccsnek a feszkója, egyebek lemennek, és az ember visszatér abba a lelki állapotba, amikor tényleg tud egy higgadtan szakmai munkát folytatni, tehát azt gondolom, hogy az sem olyan, nem. Hogy jó, hát akkor vége a meccsnek, akkor mehetünk a következő. Igen, most én elmondom, hogy én hogy gondolkozok. Lejátszuk szombaton a meccset, akkor én vasárnap már elkezdem, sőt, valamikor már szombat este elkezdem, attól függ, hogy milyen nem van, és elkezdem kielemezni a saját játékunkat, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz. Ezt elmondom hétfőn a játékosoknak, de hétfőn már el kell kezdenem elemezni az ellenfélnek a játékát, a következő ellenfél játékát, és azt meg elmondom kedden. Na most lejátsszuk megint a meccset, és akkor megint kezdődik előről. Most igazából az ember minden nap dolgozik. Amúgy is dolgozik minden nap, hogyha szombat-szombat ritmusban, csak azért több ideje van eloszlani ezt a munkát, így meg folyamatosan dolgozik. Igazából a játékos elfáradt fizikálisan, testben, meg fejbe is. Most mi edzők, mi fejbe fáradunk el. Nyilván túl kell lépni a vereséget is, nehéz feldolgozni, de még a győzelmet is fel kell dolgozni, mert amikor győztük, persze az egy jó érzés, meg felemelő érzés, de ott is azért benn van a nyomás az emberben, meg a stressz, és kell egy bizonyos idő, amíg az ember megnyugszik a meccs után, és most ebbe a szombat-szerda szombat ritmusba nyilván nem csak nekem lesz nehéz, hanem a többi edzőnek, meg a többi játékosnak is nehéz lesz, annyival könnyebb lesz például egy Fradinak, vagy egy Videótonnak, hogy azért olyan bő a keret, és a 20x. Játékos is olyan minőségű, hogy például válogatott szintű játékos, nálunk meg sajnos a 20-valahányadik játékos, az lehet, hogy csak egy 17 éves játékos, aki még nem játszott soha felnőtt bajnokságba. Hát nem tudom, mennyire vagy rá hajlandó, mert hát ez nyilván ez egy ilyen érdekes kérdés lesz, hogy adnál tippet arra, hogy szerinted ki lesz a két kieső? Gondolkodtál már ezen, illetve biztos gondolkodtál, de hogy publikus ez? Hát nem szeretnék erre válaszolni. Van olyan csapat, aki mondjuk szurkolok neki, hogy mondjuk ne essen ki. Olyannak nem szurkolok, hogy valaki kiessen, tehát nem vagyok rossz indulat, hogy valakinek rosszat akarnék. Az ember hall bizonyos információkat, hogy melyik csapatnál hogy folynak a dolgok, vagy mik történnek edzésen. Lehet, hogy ez is befolyásolja a kiesést, pillanatnyi forma, sérülések, nehéz ezt így megmondani. Nem is szeretnék tippelgetni, majd ahogy a sors eldönti. Ez egy diplomatikus válasz volt. Jó, hát én gondoltam, hogy ez lesz a válasz, meg úgy szerintem nem is biztos, hogy etikus lenne ezt tényleg publikussá tenni, mert nyilván gondolom azért elgondolkodtál rajta, és van elképzelésed, mert hiszen nyilván ez egy fontos szakmai kérdés adott esetben, de azért a nyilvánosság meg az, hogy mi gondolkodunk, az azért két különböző dolog. Hát igen, van egy elképzelésem, de például, hogy mit gondoltak rólunk a csapatok, például az MB2-be följutottunk, és azt mondták, hogy ezzel a csapattal a Rákóczi örüljön, hogyha bemarad az MB2-be, és mi följutottunk. Na most hiába mond az ember bármit, hogy ki fog kiesni,
nem lehet megmondani, mert lehet, hogy lesz egy meglepetés, vagy bármi, tehát fölösleges, azt gondolom, hogy bármelyik csapatot is megnevezni, és én szerintem nem is túl szimpatikus az, hogyha most én megneveznék bármikit, hogy ő fog kiesni. Nem lehet tudni. És a felkerülőkről, őket hogy látod? Hát az MTK, azért azt lehetett így borítékolni, hogy valószínű, hogy az MTK az vissza is fog jutni, lehetett látni a keretüket, és tényleg, na most az MTK elmondhatja magáról, hogy támaszkodhat az utánpótlására, évek óta, hosszú évek óta most jó munka folyik ott az utánpótlásnál, nagyon sok játékost kinevelnek, és nagyon sok játékost tudnak alkalmazni, vagy a saját csapatukban, vagy más csapatnál lesz belőle NB1-es játékos. A Budafok az egy meglepetés volt, azt gondolom. Nagyon örültem neki, hogy a Csizmadi, a Csaba és a Zolá Lóri, tehát mint sportigazgató biztos, vagy nem biztos, én azt gondolom, hogy ez egyedül nem működik. Tehát ott volt a vezetőedző, ott volt a sportigazgató, és a játékosok, ez egy közös munka volt, a tortában mindenki kivette a részét, és sikerült egy óriási meglepetést, egy sikert elérniük, és ők se, azt gondolom, ilyen hatalmas költségvetéssel dolgoztak, úgyhogy megérdemlik a sikert. Örülök neki, szurkolok is, én fölhívtam a Csizit is ezzel kapcsolatban, és tényleg szurkolni fogok neki. Most úgy olvasom, hogy eleve már kétszeres lesz a költségvetésük, úgyhogy valószínű az ő helyzetük jobb lesz, mint a miénk volt, mert nekünk nem lett kétszeres a költségvetésünk, úgyhogy a Budafok egy meglepetés csapat. Az, hogy most ebben az évben az NB2-ben lesz-e meglepetés csapat, vagy az a meglepetés csapat például hányadik helyen fog végezni, mert úgy gondolom, hogy egy meglepetés csapat lehet úgy is, hogy negyedik, ötödik, nem jut föl, de egy jó munkát végeznek. Nem lehet megmondani, hogy ki lesz a feljutó. 38 meccsen keresztül egy kiegyenlített teljesítményt kell nyújtani. Én azt gondolom, hogy 38 meccsen keresztül valakinek nem lehet szerencséje. Ott valami tudatos munkának kell lennie ahhoz, hogy valaki feljusson, mert annak idején a mi csapatunkra is azt mondták, hogy jó, hát szerencséjük is volt. Hát én azt gondolom, hogy nem, mert ugyanannyiszor kaptunk ki, mint az Alegerszeg, 6-szor, és a legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságba. A Csizék nem játszották végig a bajnokságot, nem lehet tudni, hogy mi lett volna akkor, ha, tehát hogy a Vasassal játszanak még egymás között, és hogy ledolgozta volna a Vasas a hátrányát, de a koronavírus közbe jött, úgyhogy ők följutottak. Jó teljesítmény nyújtottak hosszú fordulókon keresztül, és nem véletlenül álltak ők a második helyen, úgyhogy én azt gondolom, hogy meghúzták a vonalat, teljesen megérdemelten jutottak fel az NB1-be. Jó, hát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és én azt mondom, hogy Kaposvárra játékosoknak is, neked is, magának a klubnak sok szerencsét kívánok. Én nekem, és ezt, hogyha esetleg megnézitek, kedves nézők, vagy akár te is belenézel korábbi adásokba, én ezt többször elmondtam, hogy nekem a Kaposvárnak a stratégiája az egyébként teljesen szimpatikus, és ebből a szempontból nekem egy értékes társaság mindenképpen. Úgyhogy én sok sikert kívánok, mert kíváncsian várjuk, hogy hogy alakulnak a következő fordulók, illetve a jövő év. Hát nagyon szépen köszönjük mindenki nevében ezeket a szavakat, mert tényleg jól esik. Majd megpróbálunk eleget tenni mindenki számára, de elsősorban saját magunknak akarunk megfelelni, úgyhogy bízom benne, hogy ebbe a 8 fordulóba is, meg a jövőbe is a Rákóczi egy olyan teljesítményt fog nyújtani a pályán, ami azt gondolom, hogy sikerül majd mások elismerését kivívni. Hát én is ugyanezt szerettem mondani, hogy a fiatal, pont ki is akartam térni a Csiziékre, ráadásul, hogy személyesen is jó kapcsolatban vagyunk.
hogy azokra a fiatal szakemberek, most rád is azt lehet mondani, hogy szakembernek még fiatal vagy, hiszen nemrég szaladtatok le a pályáról, azért lesz egy, én úgy gondolom, egy olyan idézőjelesen hatalomváltás az NBA-ben, hogy most már tényleg ilyen motivált fiatal edzők, akik igenis meg tudják mutatni, hogy érez a magyar foci sokkal többet annál, mint amit gondolnak róla. Úgyhogy nem rabolom az idődet, mert mondtad, hogy mentek kirándulni. Sok sikert kívánunk, és mindent a hazáért, ugye? Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és minden jót kívánok én is nektek. Sziasztok, köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.